Az utolsó hírek plusszal jelentkezem, méghozzá egy ismét magyar sikerrel, az előkészületi munkálatokkal elrajtolt a majdani világrekorder gyalogos híd kivitelezése, a nemzeti összetartozás hídjának építése a tereprendezéssel kezdődött, és hát a tervek szerint nem is olyan sokára, 2023-ban már át lehet majd sétálni át a kategóriájában. Bátran kijelenthetjük azt, hogy ez egy egyedülálló 700 méter hosszú építmény, egyébként itt vannak a látványtervek is. A Várhegyet és a Szárhegyet 80 méter magasan összekötő híd középső részén pedig üvegpadló lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy a tériszonyosoknak azt nem feltétlenül ajánlom, de biztosan nagyon nagy élmény lesz. És hát a végére tartogattam szerintem a nap legviccesebb videóját. Nálunk ugye már gyűjtő darabnak számítanak a 30-40 éves ladák, de hát Ázsiában még mindig ugyanezek a típusokat a végletekig lehet pakolni, és igavonóként szolgálnak. Hát a rendszám alapján azt lehet mondani, hogy Azerbajdzsánban készült a felvétel, amin egy helyi zsiguli látható, és hát a végletekig, sőt el lehet mondani, hogy még annál is jobban kihasználva telepakolták. Feltehetően egyébként a piacos pofa kegyetlenül megpakolta az orosz gépet, mintha csak a zöldséghordási rekordra készülne, de hát ezek a gépek azt hiszem, hogy elég jól bírják a terhelést, az indulás előtti másodpercek pedig igen-igen kritikusak voltak, de összejött. Aztán egy elképesztő gyötrés itt is, nem lehet tudni egyébként, hogy mit rejtenek a dobozok, ilyen toronyba felpakolva, de azért feladják a leckét, azt lehet látni. Szintén itt a következőnél is ennek a kombinak is került bőven csomag a tetejére. Valamiért azt gondolják, hogy nem a beltérbe, hanem a kültérbe kell pakolni, mert az sokkal jobban elbírja, a bármennyi cucc is belefér. És hát ez a legviccesebb videó, ez pedig egy jó kis Lada Samara, ez is már megélt jó néhány évtizedet, de hát úgy látszik, hogy ez állatszállításra is kimondottan alkalmas, és a menetszéllel ellentétben nagyon jól érzi magát a röfi, el is fér benne, azért azt lehet látni, hogy egy szép megtermett malacról van szó, egy jó nagy sertésről. No, hát gondoltam, hogy búcsúzom ezekkel a vicces felvételekkel, én megköszönöm a Hírek Pluszban mára a figyelmüket.